Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus tovább haladt, és Tírus és Szidón vidékére vonult vissza. Íme jött egy arra lakó kánoáni asszony, és kiáltozva kérte: könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia, a lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz szellem. Ő azonban szóra sem méltatta. Végül oda mentek hozzá tanítványaik, és arra kérték: küldd el őt, ne kiáltozzon utánunk. Jézus kijelentette: az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól. Ám az asszony odajött és leborult előtte szavakkal: Uram, segíts rajtam! Ő így válaszolt: nem való elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Mire az asszony: igen, Uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehull gazdájuk asztaláról. Erre Jézus így szólt hozzá: asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint szeretnéd. És az ő lánya meggyógyult még abban az órában. Ezek az evangélium igény. Krisztusban szeretett testvéreim, a felolvasott szentírási részek arról a nagyon nehéz problémáról szólnak, hogy Isten kiválasztotta Izraelt, persze a többi népért, Jézus csak Izraelhez jött az ő földi életébe, és csak az ő halála és pünkösd a Szentlélek eljövetele után derült ki, hogy azért jött csak Izraelhez, mert értünk is jött a pogányokhoz, hogy megvan az üdvösségnek egy rendje. Ezek az olvasmányok most hangzottak el, amikor misézünk. Szabadna még egyszer figyelmeztetni benneteket, hogy Szent Pál, amikor először él a miséről, az első korintusi levélben azt mondja: valahányszor ugyanis a kenyeret eszitek és a kehelybe isztok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön. Vagyis az Úr halálának a hirdetés elsősorban nem az, hogy prédikálunk róla, hanem hogy misézünk. Mert az ő halála és föltámadása jelen lesz. Nem az lesz jelen, hogy megölték, az bűn. Hanem amit ő belül tett a kereszten, hogy a bűneinkért engesztelő áldozatul adta magát az atyának, hogy magára vette a bűneinket. Ezért mint egy megölve van jelen. A Szent Mise nem egy másik áldozat, hanem az az örök áldozat elér bennünket, mert a föltámadott mintegy megölve van jelen az ő odaadott életében. Testvérek, az első keresztények az apostolok cselekedetéből tudjuk, hogy Jézus halála, föltámadása és a pünkösd után fölmentek a jeruzsálemi templomba imádkozni, és tanítottak az apostolok. Az áldozatokon nem vettek már részt, hanem házonként ünnepelték a kenyértörést, a Szent Misét. Tehát elszakadtak az áldozatoktól. A 70. év Krisztus után, augusztus 5-én az éhség és a hozzávalók hiánya miatt, ugye a rómaiak fölégetik majd a templomot, a templomba le kellett állítani a naponkénti áldozatot. Lerombolták a rómaiak a szentét, 8 kilométerre sóval fölhintették, kiirtották a növényeket, egyetlen zsidó, aki keresztény volt, nem halt a városba, mert Jézus megjövendölte a jeleket, és akkor ők Pellába menekültek. Megdöbbentő. Na de itt fölmerül a nagy kérdés. Hát a zsidó vallásnak a csúcspontja az áldozat a templomba. Most pedig le van rombolva a templom, csak a 4. században Nagy Konstantin keresztény császár engedte meg a zsidóknak, hogy visszatérjenek sírni a templom lerombolt falaihoz.
Hát akkor itt mi történt? Testvérek, a mai zsidóság az nem a régi. Amikor a templomot lerombolták, vége a klasszikus nagy zsidóságnak, amit Isten alapított. Utána két magyarázata van. Az egyik a keresztény, hogy Jézus beteljesítette az ószövetségi áldozatot, a másik a jamniai zsinaton, az első század végén, a zsidó rabbik egyetlen egy irányzat maradt meg, a farizeusi. A szadduceusok is, a zelóták is mind oda vesztek. És akkor egy új zsidóságot alakítottak ki, amelyben nem maradt más, mint a törvény. De nincs áldozat. Testvérek, mi történelmi tények alapján is hihetünk Krisztusnak. Ha Isten szólt a próféták által, akkor hogy lehet az, hogy 2000 év óta nem szól a zsidókhoz? Nagyon boldog lennék, ha lenne egy igazán hívő, ortodox zsidó barátom. Mert a barát az, akivel lehet őszintén beszélni. Ő is megkérdezhetne mindent, de én megkérdezném. De hogy van az, hogy az örökkévaló 2000 év óta nem küld prófétákat hozzátok? Mert ti olyan becsületesek vagytok, hogy senkit nem neveztek prófétának 2000 év óta. Csak rabbik vannak, csak tanítók vannak. Jézus óta vége a profetizmusnak. Vége van az áldozatoknak. Róma rabbia, főrabbia a második világháború alatt ott maradt a népével, és ezért kérte a Szent Keresztséget, és áttért kereszténynek. Erre kellene drámát írni Hohutnak, nem pedig megrágalmazni 12. Pius, hogy nem tett meg mindent a zsidókért. Mindent megtett. Mindent. Testvérek, mindig van egy-egy zsidó rabbi, a múlt század elején 2-3, ott az Alföldön, akik keresztények lettek. Ez egy nagyon nagy kérdések, testvérek. Hogyan lehet az, hogy amit Isten megengedett, sőt elrendelt, hogy a bűnért való áldozatot a Jom HaKippurim napján bemutassák, hogy annak egyszer vége lesz? Mit jelent ez? Testvérek, van Szent Pálnak a rómaiakhoz írt levelében egy megdöbbentő kijelentése. Nagyon fontos, hogy ő zsidó. Vigyázzatok, emberi zagyvaságokat ne fogadjatok el. Ha Jézus magyar ember lett volna, akkor nem hinnék neki. Kinek a nevébe jött? Most ilyen eretnekségeket, ezzel vagyunk mi hős magyarok, hogy Jézus pártus herceg volt. Hogyne? Elfogadták volna a rabbik? Azzal szentelte meg a magyarságomat, hogy ő nem általános ember volt, hanem zsidó ember. Tehát akkor szent dolog magyarnak lenni, szlováknak lenni, vagy franciának. Testvérek, ezt mondja Szent Pál, aki zsidó volt. Mindnyájan vétkeztek és nélkülözik Isten dicsészségét. Tehát a pogányok is, meg a zsidók is. Megigazulásunkat azonban ingyen kaptuk. Isten kegyelmének erejéből, Jézus Krisztus megváltása árán. Őt adta oda Isten, és ez egy rendkívüli, amit mond. Engesztelésként. És ezen görög szó mögött egy héber szó van. Engesztelés. Megdöbbentő kifejezés. Ez a kippurim. Ez azt jelenti, hogy a szentélybe volt a fridláda. Annak a tetejét nevezték engesztelésnek, kippurimnak. Azt mondták, hogy ott az Isten jelenléte. Ezért a bűnös ember hogyan tud az Istennel kapcsolatot fölvenni? Hát az életben nem lehet. A vallási öngyilkosságokat pedig elítéli Izrael. Csak úgy lehet bemenni az Istenhez, ha meghalnék. De Isten nem akarja halálunkat. Akkor fogtak egy bikát, levágták, és a meleg vérét, az embernek, az életének szimbólumaként ráfröcskölték a kippurimra, az Isten jelenlétére, hogy ott égjenek el a mi bűneink. És Szent Pál, amikor találkozik a föltámadt Jézussal, ő neki még egyszer megjelenik, és rögtön tudja, hogy Jézus Isten. Saul, Saul, miért üldözöl engem?
és visszagondolva Jézus kivégzésére, akkor azért hasadt meg a templom kárpitja, vége az Ószövetségnek. Beszüntették nem sokára az áldozatokat, mert Jézus teste az a Kippurim, az a frigyláda, ahol az Istenség jelen van. És ő magára vette a világ minden bűnét. Nem csak értetek, hanem sokakért, vagyis a pogányokért is kiöntöm a véremet. Mondja majd a zsidókhoz írt levél, hogy hát hogyan is szerezne nekünk állatok vére bűnbocsánatot. Meg sohasem sikerült ez a szertartás, mert minden évben megújrázták. Krisztus viszont egyszer s mindenkor eltarolt minden bűnt. Ő Isten fia volt, emberré lett, és magára vette a mi bűneinket, testvérek. Nem tudjuk felfogni azt, amit ma elkövetsz, csak a Jóisten ne adja, hogy elkövess. Az éjszakai gyilkosságokat, a paráználkodást magára vette. Mint ha ő követte volna el. Ilyen mély kapcsolat van Krisztus és közöttem. És az ő Isten emberi jelenlétében elégtek ezek a bűnök. Nincs többet bűn, amire ne lenne bocsánat. De csak egy út van. Ha elismered Krisztus istenségét, és kéred a feloldozást az ő szent egyházától. Tessék meggyónni. Első szava az, hogy vegyétek a szent lelket, föltámadva, akinek megbocsátjátok a bűneit, meg vannak bocsátva. Nincs jogod megtartani a bűneidet, mert Jézus jobban magára vette. Mi olyan zavarba vagyunk, hogy nem tudjuk felfogni a bűn mélységét, hogy a szakítás az Istennel, az egy örök életnek a tönkretétele. Az csak Jézus Krisztus tudta magára venni. Jobban az ő bűne lett az én mocskos bűnöm, mint az enyém. Kérj bocsánatot tőle. A Szent Frigyládán elégette a bűneit. Az ő testébe elégette bűneinket. Igen. Testvéreim, most értjük meg azt a megdöbbentő jelenetet, amit az evangéliumban olvasunk. A kánaneus asszony az pogány volt. Hallott arról, hogy ez a Jézus csodát tesz. Hát akkor nekem is tegyél csodát. Bocsánat, Jézus nem azért jött el, hogy csoda doktor legyen. Csak azért gyógyított Izraelben, hogy ott megértsék, hogy ő kicsoda. Ha véletlenül átmegy Görögországba, vagy Rómába csodát tenni, tökéletes kudarc fogja érni. Miért? Azt mondják, jó, hát az egyik Isten leszállt az Olimposzról. Csak a zsidó volt arra felkészítve, amire nem lehet felkészíteni. Hogy Isten egyszer Emmanuel lesz. Hogy belép a történelembe. Hogy megtestesül. És ezért Jézus vonakodik. Hát nem azért jöttem. És nagyon durván visszautasítja ezt az asszonyt, hogy a gyermekeknek a kenyerét azt nem illik odaadni a kiskutyáknak. Mert ezt mondja a szöveg, kiskutyák, erre azt mondja az asszony. De hát a morzsákból azok is részesülnek. Most ez az asszony belépett öntudatlan az Istennek az örök tervébe, hogy fölnevel egy népet, oda elküldi az ő szent fiát, és majd a többi nép is részesül belőle. Ezért mondja, hogy nagy a te hited, és Jézus megdöbben. Hát ez egy pünkösd utáni lét. Majd nagyobbakat tesztek, mint én, mondja az utolsó vacsorán, mert Jézus nem térítette meg a pogányokat. Pál azért mehetett a pogányokhoz, mert Krisztus megváltott minden embert. Testvéreim, bámulatos agyan az Isten ember megrendül a kanáneus asszony láttán. Nagy a te hited, beléptél az isteni tervbe. Testvéreim, ezért mondjuk a mi atyánk, vagy a te akaratod legyen meg. Mert az ő akarata a legjobb ránk vonatkozóan. Egy kereszténynek odáig el kell jutni, mint Chantal Szent Franciska férjének. Ez a nemes, nagyon gazdag ember egy vadászaton lövést kapott, talán a nyakába. Míg odaért hozzá Chantal Franciska, és látta, hogy a nagyon szerelmes, drága férjének, hogy bugyog ki a vére, és pár perc van vissza. És mit mond a férje?
Santal, szeretnünk kell Isten akaratát. És így hal meg. Nem azt kell szeretni, ami értéged az életbe, az lehet, hogy gonosz emberek mesterkedése. Nem azt kell szeretni, hogy ráesett a fejedre egy cserép és a kórházba vagy, azt nem Isten tette, hanem ő mögötte mit akar? A te üdvösségedet. És Krisztus az ő halálában megtette ezt. Amit vele végeztek, az bűn volt. Azt nem ünnepeljük vasárnap. A gyilkosságot elítéljük, hanem azt a belső felajánlást, hogy nem csak a zsidókért, hanem mindazokért, akik benne hisznek. Felajánlotta életét, és mint egy élő frigyláda, a frigyláda tetején, az ő szívén megnyitották a szívét, és abban a pillanatban hasadt ketté a régi templom függönye, magára vette a te bűneidet, és elégette. Senkit sincs a földön. Se férjed, se feleséged, nincs szerelem. Krisztusod van. Egyedül ő teremtett, egyedül ő váltott meg, egyedül ő üdvözít. És ha a feleséged, a szerelmed, a gyermekeid ő benne hisznek, akkor egy olyan szeretet van, ami nem bomlik fel. Mindegyikünknek csak egy teremtője van. Egy valaki akart téged, senki. Egy valaki váltott meg téged, senki más. Egy valaki lesz a te örök életed, a Krisztus. Amikor Pál az engesztelés szót Jézusra alkalmazza, írja Benedek pápa, a szövetség ládájának fedő lapjaként, így az élő Isten jelenlétének helyeként minősíti. Tehát megszüntetve az ószövetségi áldozatokat beteljesíti Jézus. De az ószövetségi áldozatokat szünteti meg és beteljesíti, akkor a pogány vallások áldozatait is beteljesíti. Jézus maga az Isten jelenléte. Benne érintkezik az Isten és az ember, Isten és a világ. Ő benne éppen az történik meg, amit az engesztelés napjának ritusa kifejezett a kereszten való önátadásában, mint egy a világ minden bűnét Isten szeretetében meríti és feloldja benne. Aki a kereszthez lép, aki közösségre lép Krisztussal, az belép az átváltoztatás és az engesztelés örök tervébe. A megfeszített és föltámadt Jézus ládája, teste, a mindenség középpontja. Krisztus lelke, szentelj meg engem. Krisztus teste, üdvözíts engem. Krisztus vére, ihles meg engem. Krisztus oldalából folyó víz, tisztíts meg engem. Amen.